olimpiai VB előtt háromszor nyertek zsinórban az oroszok. És ebben a pillanatban elindult át a mérkőzés. Egy évvel ezelőtt egy egygólos 33-32-nek nagyon örültünk. Most ha úgy alakulna, annyira nem örülnék neki, hiszen sokkal kevesebb gól volt kint. A himnuszt éneklik a szurkolók, miközben megy a meccs, de hát akkor hallgassuk ezt. És közben 7 métereshez is jutottunk. Zsivkovics áll oda, aki amúgy kiválóan lőtte a heteseket Rostovban. Ez pedig a kapufán csapta, sajnos. Nem jó, hogyha Szuszlidál, akit rögtön az elején szanszot adunk, már nem ő védett. Elek Gábor elmondta a meccset, amikor beszélgettünk, hogy nagyon fontos lesz a két kapus, mennyire tud felnőni a feladathoz, illetve hogy ne legyen nagy a kapusok közötti különbség. Ha úgy véd Abramovics, ahogy kint, akkor azért abból nem lehet baj. Sinkutye, Petrova, Lea Sierre. Jó a gól, csak kívülről, mint a belesípoltak volna, és ez meglehetősen zavaró. Marina Járceva gólszerző, mindössze 156 centi egyébként a jobb szélsője az oroszoknak. Ő is világbajnok, az öt világbajnok egyike. Tomori, Zácsik, Szucsánszki megy be bátran, Krisztina véd, újabb 7 méteres. És akkor most jön a feladat, hogy kiálljon oda. Ugye Zácsik lőtte azt, hogy emlékezetes hetest annak idején, de megint Zsivkovics jön. Van azért variáció. Kint jól lőtte a Ferencváros a 7 métereseket. Itt most nem lőjük jól, mert 2-ből 2 kapufa, amivel indulunk. 6-ból 6 volt kint a hetes lövésünk. Petrova gólszerző. Járceva után, tehát Petrova is betalál. Szucsánszki a zicser, és ez is 7 méteres, a harmadik belülvédekezés, és sőt, még 2 perces kiállítás is. Slivinskaja kiállított. Most viszont már változtatni kell. Harmadszorra nem fog Zsivkovics jönni, hanem jön Szucsánszki. Bent van, nagyon kellett ez a gól. Szóval azért nem jó nekünk most a 33-32, mert akkor ugye idegenben lőtt több góllal jutott tovább a Fradi egy éve a Viborg ellen, most ki nagyon kevés gól volt. Szent! Ő viszont elkezdi a termelést. Itt volt még 2 évvel ezelőtt, illetve most már 2,5 évvel ezelőtt a junior EB-n is. Szádvári! Ő is itt van szerencsére, ő is az a korosztály, mint Szent. Megvan az első akciógólunk. Elég kevés gólt lőtt célról a Fradi az első meccsen, de emiatt nem Szádvárit kell hibáztatni, ő kétszer betaláltott Oroszországban. Turej, Szent. Szucsánszki próbálkozik keményen védekezni. Nem lassú csapat tehát azért az orosz együttes. De tény és való, hogy sokat szeretnek támadni, hosszú lefolyású támadásokat vezetnek. Simkutya és Turej játszott össze. Simkutya egyébként ukrán játékos. Ő kapja a labdát és átlövi a falat. Ez az, amire kell figyelni. Egy litván-orosz házasság gyermeke, ukrán lett belőle. Szabad dobás. Tomorit állítják meg keményen. Azért azt gondolom, látszik már itt az elején is, hogy nem lesz ez egy könnyű történet. Szucsánszki, Zácsik, így van! Ezt mondta a meccs előtt a parkolóban, amikor találkoztunk, és megkérdeztem, hogy fogsz-e hetest lőni. Azt mondta, hogy nem is érti miért, biztosan, de mindenki ezt kérdezi tőle. Ma maradtunk, hogy ne lőjön hetes, de lőjön, nyerjen a Fradi legalább 5 góllal. És azzal ő is kiegyezne. Minden esetre az első gólját most már megtette Zácsik Szandra. Kovacsic fogja meg Turejt, Szer.
Sirkutye, Slivinskaya, Durej, Sirkutye. Húzza, vonja őt cifra, aki ugye fontos ebben a védekezésben. Az is nagy kérdés, hogy tud majd cserélni a Ferencváros támadásban és védekezésben, hiszen a lerohanás gólok hiányoztak kint a Fradi repertoárjából, már pedig ebben nagyon jó a Ferencváros. Szádvári adott egyet az ellenfélnek, Slivinskájának. Hadd szokja a hatalmas termetű oroszlány. Egyelőre jól van, úgy néz ki, és nem is kér különösebben sok ápolást. Fizikálisan nagyobb darabok. Az oroszok ezen nem lehet különösebben csodálkozni. Járcevát leszámítva a szélen. Slivinskaya, Simkutya, fennobírók keze. Turej, cifra mellett jól van Abramovics. Megvan Léla első védése. Szucsánszki, Petrova kapja el. Tudom, igazából itt ugye a szabad dobást elvégzettek, nyilvánították, Tomori, figyeljük! Szucsánszki, milyen kalapda szabad dobás. Nem lehet kiadni egy másodpercesebb, nekem egyébként ez volt az érzésem, mintha Fipsző előtt történt volna a szabad dobás elvégzés, nem fújták vissza, mindegy, most már milyen kalapda, az oroszok is elveszítették. Zácsik, Tomori. Nyilván az ő játékára is nagy szükség van, a jó játékára, meg Szucsánszkijéra is! Bravo! Szucsánszki Zita második gólja. Kinti meccse 3 gólt szerzett. Zsipkovics volt a heteseivel együtt a legeredményesebb, ugye akkor említettem, 6-6-ot bevágott, 7 gólos volt összességében. A legtöbb mezői gólt Zácsik lőtte, 5-ször volt eredményes. Szent, Slivinskaya, Szent. Járceva, Tomori, belemenés, Szucsánszki. Különösebben nem appellálhatunk arra, de azért ez is megfordulhat a fejünkbe, hogy Ondrosztov egy soros csapat. Hozzá kell tenni, hogy azért Fradi is sajnos az. Hát a kispadról egy-két embert lehet úgy behozni és hosszabb időn keresztül játszatni. Nagy kérdés, erővel kibírja, de aranytartalékokhoz úgymond az oroszok sem fognak tudni majd nyúlni a kispadnál. Szamorászki, Tomori, Szucsánszki, Zácsik, szépen megy be, és benn van! Ezt most bekiabálta mind az 1000 néző itt a néplégeti sasfészekben, akik természetesen elkapkodták elővételben az összes egyet, és ilyen fantasztikus hangulatot tudnak teremteni. Járceva, először vezetünk, és ez sem akármi, 5-4, vagyis most dolgoztuk le a kinti hátrányt. Ember hátrányba kerülünk, ugyanakkor Szádvári a kiállított. Járceva a képen, és jön az első hetes az oroszok részéről, ők 7-5. Kös hetes mutatót produkáltak ki. Turej! Bevágja ellentmondást, nem tűrően, Emilia Turej. Öt-öt. Nálunk Szucsánszki lőtt be egy hetest. Két Zsivkovics kísérlet kimaradt. Emilia Turej, sokatnak feltűnt, hogy már orosz válogatott, és természetesen Oroszországban is született, de az édesapja Sierra Leone-i. Szucsánszki, nem hiszem, hogy ezt ül föl. Az már inkább, hogy Tomori beviszi, és belövi. Egy az egyben megveri az ember. Itt van az első Tomori villanás. 6-5. Sen, Simkutye, ki kéne rá lépni? Simkutye nagyon könnyen jutott lövési lehetőséghez, és nem is hibázott. Nagyon pontosan lőtte ki a balansót. Simkutya a kinti meccsen 7 gólt szerzett, ez a 8-at. Ő volt a legeredményesebb, a mezőny legeredményesebb, Tomori egy cipőfűző igazítás vagy kötés. De ennek ellenére nem volt annyira jó a lőlapja.
Kovácsik. Tobori. Szabad dobás. Visszaparancsolják az embereket. Rostoviaknál, hogy legyen meg a 3 méter, álljanak föl a hatosra. Tomori kap nagyot. A védekező specialista Sibanovától. Egyetlen egyszer jutott túl magyar csapaton a Don Rostov. És az pont a Debrecen volt, és akkor az egy kekdöntő volt, amelyeket is nyertek az oroszok. Mondva a pontú mindenre kiterjedő statisztikájából kiderül, hogy többi olyan esetben, amikor magyar csapattal találták szembe magukat, nem bírtak mit kezdeni. Nagyon jó nekünk az a bal hálótartó vasot alul, mert most már nem először lövik oda a lányok a labdát. Zácsik harmadik gólja. És egész jól kijöttünk ebből az ember hátrányból, hiszen továbbra is vezetünk 7-6. És Szádvári már ott lehet a pályán, pontosabban most még Szarka van ott. Simkutye, Ábramovics második védése. Tomori, Zácsik. Eltelik az első 10 perc. Kovácsics, ez Zicser! Móni. Mondom neki, nagyon kéne egy sikerélmény, egy gól ott a szélen. Járceva elhagyja a labdát, ez is ritkaság. Minden mehet tovább. Szarkáé! Szarkáé, az 2 perc! Az 2 perc! Így is van. Szivinszkája második kiállítása. És jön a 7-es. Egy egyértelmű gólhelyzet volt. Szarka maradhat egyelőre. És jön Szucsánszki lőni a 7-est. Vezethetünk 2-vel először a meccsen. Na ez az! Na ez az! Ez már továbbjutást ér! És azt gondolom, a gólok mennyiségét figyelembe véve, hogy 2-vel kell nyerni, az a legtisztább, mert nehezen tudom elképzelni, hogy kevesebb gól szülessen most, hogy 10 perc után 8-at az állás, mint a kinti meccsen, ahol 22-23 volt, és ahol egy fél idő alatt dött 8-at a Fradi. Járceva, és ugye 13-8-ra vezettek a szünetben az oroszok. Szarka kap sárgalapot, és volt a meccsnek olyan periódus, amikor mínusz 7-ről kellett felállni az ötfehéreknek. Szen, Simkutye, Szen, Turej, Kovácsics szökött rajta egyet, nem lehet ezen vitatkozni, azt kell, hogy mondjam, még jön is a sárga, és jön a 7 méteres is. Itt a lökés, hát ez teljesen egyértelmű. És jön megint Turej. Örülhetünk, hogy ez most nem volt 2 perc. Bevágja Turej. Ő 2-ből 2 hetesnél jár. Csak úgy, mint Szucsánszki. 8-7 ide. Zácsik. Üresen volt a szél, de üresen van Tomori is, kapufa. Lefújják a 7-est, pedig a kipattanó Kovácsicé volt. Úgy látszik, hogy fel tudjuk törni abszolút ezt az orosz védelmet. Most lökésen egyébként Turej kap sárgát, ez is jogos. Tehát fel tudjuk törni ezt a falat, ez mindenképpen jó. Most már azon kell iparkodni, hogy akkor lőjük be a 7-eseket. No, gyerünk, Zizi! Nem. És a kipattanó sem a miénk, csak Szucsánszki volt ott. Egyelőre nem igazán mennek a 7 méteresek, 5 per 2. Szucsánszkinak is megvan az első hibája. Szen. Szuszlő ezeket jól fogja, illetve hát a kapufa kétszer is segített neki. Ezúttal pedig ő védett. Alessen jobb erőben van, mint 2,5 éve. Akkor is megvolt már a 185 centije, de még vékonyabb volt. Simkutye. Vássuk a jobb szélen. Őt ugye ismerhetjük a magyar mezőnyből, hiszen az Alcoában játszott tavaly. Passzívat reklamál a közönség, fennobíró kezegól. Talán nagyon vártuk már azt, hogy ráfújjanak. Elek Gábor azt mutatja közben, hogy az egyik orosz játékos szabálytalankodott a gól előtt, és hogy ezt észre kellett volna venni a játékvezetőnek. De ő ezt nem igazán akarta észrevenni. Szent tehát 2 gólos,
Abramovicsnak pedig kellenek a megnyugtató szavak. Ezt talán lehetett volna védeni. Szucsászki, Szucsászki! Lökték hátulról, ezért ment már neki Simkulcsénak. Jön a szabad dobás. 8-8-nál. Nem telt még el az első félidő fele, mondom, ennyi gólt lőttünk összesen a Künti meccs első félidejében. A második félidőt megnyertük 14-10-re. Most sem elhanyagolható az idei kek sorozatot elnézve, hogy akár három csapatunk is állva lehet ezt követően. Hiszen mind a három csapatunknak viszonylag jók a kilátásai. Akkor négy gólos előnyel indul a Zajecsár ellen. Debrecen pedig hazai pály, de papíron idegenben nyert 6-tal spanyol ellenfelével szemben. Szomorít! Mirko Zákta szabad dobás. Nem lenne azért rossz az sem, ha ennyi magyar lenne ott a legjobb volt között. Sőt, az lenne csak a legjobb. Na jól van! Megvan Kovacsics Móri első gólja. Higgyék el, nagyon kellett, hiszen kint azért bele-bele hibázott. Elég szép számmal Simkutya, Abramovics! A harmadik védés Abramovics-tól. Szamorászki, Szamorászki egyedül, Szucsászki, Tomori. Megfogják őt, még hozzá Vássuk. Jön a szabad dobás. Most szerencsére a vezetést nem adtuk ki a kezünkből. A hangulat pedig továbbra is olyan, amire lehetett számítani, amire azt mondta Elek Gábor, hogyha azt gondolják, hogy jó hangulat volt ott kint Rosztov, akkor nem tudják, hogy hova jönnek az oroszok. Vagy azt nem tudják, mi a jó hangulat. Hát ez, amikor felrobban a csarnok egy ilyen Zácsik bomba után. Jól van, Zácsik ellenállhatatlan négy gólos. Szer, Simkutye. Leoszérre, Járcevának, Zicsert! Ábrában, hogy Zicsert fog! Alapvonalon ment ki a labda, így van, miénk a labda. Szép volt Léna. 10-8-nál, negyed óra telik el az első félidőből. Nagyon fontos labdát fogadt most Abramovics. Ő volt a tolmácsa Elek Gábornak. Volt is egy vicces történet ezzel kapcsolatban, hogy ha lesz idő, akkor megosztom. Domorit fogják meg. Zácsik, Tomori, kapufa! Ez a passz rövid lehet, Szarkának jó, elmegy Szucsászki mellett, Turej szedi össze! Á, micsoda gólt kapunk, lányok! Turej! Igen, itt most jobban jártak volna a hölgyek, ha rugni lehet a labdát, mert láb közelben volt többször is. Turej három gólos. Kicsit úgy érzem, hogy mint Abramovics is úgy gondolná ezeknél a szintezek, úgy sem jut már oda el a labda a kapujáig, de hát valahogy mégis eljut. Szamorászki meg eljut egy újabb hetesig. Ő is végzi a dolgát becsülettel. A kinti mérkőzésen három gólt lőtt. Szóval Abramovics fordított Ele Gábornak a sajtótájékoztatón, amikor megkérdezte az egyik újságíró, hogy mit vinne magával az orosz csapatból, kit igazolna le. És akkor viccesen odasúgta Léna fülébe Ele Gábor, hogy a két kapust. És hát persze mondta Abramovics, hogy ezt azért nem fogja lefordítani. Hát viccesen mondani mindenkit, ha lenne annyi pénze a csapatnak. De hát úgy jó a Fradi, ahogy van. És az lenne a legjobb, a Zácsik, aki most odáll a heteshez belőni. Nagy erők! Így is van! Nem vacakol Zácsik Szandra! 5 gólos. 11-9. Ez nem a felső léc volt, ez a szurkoló táborból érkezett, valószínűleg egy zajkeltő eszköz hangrobbanását hallhattuk. Járceva ellökte magától Szucsászkit, miénk a labda, Tomori. Szétnéz, hogy ki tudna indítani, senkit. Így aztán majd türelmesen kezdett ilyen szövegetni a támadását a Fradi. Lerónásban nem szereztünk idáig sok gólt, de nincs ezzel baj, ha mondjuk kettővel tudnák vezetni végig. Azért annyira persze senki nem szeretne infarktus közeli állapotba kerülni, mint tavaly. Elcsúszik Szucsászki, megkapjuk a szabad dobást. Lehet, hogy törölni is kéne ott. Meg is nézi az egyik játékvezető, de egyelőre még
nem kell törlés, viszont itt tudnak kettőt cserélni az oroszok. Jön Klivinszkája és a védekező specialista Sibanova. Zácsik, Tomori, Zácsik, Szucsászki, Zácsik, 10-ről. Ez most könnyű zsákmány volt Szuszlinának. Slivinskaya, Simkutye, ez sok volt szerintem, de ezek szerint nem volt lépésiba, csak én láttam úgy. Simkutye újabb gólja a nagy rohanás végén, ez pedig még Zácsik lövése, ez pedig a vége Simkutye szólójának. Simkutye 3 gólnál jár. Tomori, szép bejátszás! Szuszinát nagyját tesszük az ilyen lövésekkel, ez láb volt, de ez is mehet tovább. Indítás a túloldalon, a gólt már vissza fogják fújni, csak egy sima szabad dobás. Szerencsére Szucsászki levédekezte az embert. Ez a védekezés a végén egy átülelő hadművelet Petrovával szemben. Szen, Simkutye. Máscsuk van most ezúttal jobb átlövőben. Máscsuk. Ájjá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 jj
Tomori. Tomori. Szabad dobás. 11-11. Tomori. Rácsik. De a szélre Kovacsic, Zicser. És Szuszlina. Legtöbb lövés testével védi. Rövid ujjúban melegített. Végén fölvette a hosszú ujjút, és sejtéseim szerint ő a csapatkapitány, de nem volt hajlandó odaállni, amikor térfelet választottak, vagy kezdést. És a másodedző, Malina Kaluznyia állt oda Szucsánszkival választani. Úgyis ritka. Láb elviszik a labdát, 2 perc, Vascsuk. Nem engedte elvégezni így módon a szabaddobást. És akkor emberelőny. És akkor időkérés. No hát akkor hallgassunk bele, mit mond Elek Gábor. 18 perc kezdődött és 19-11-es állás. Jó, Tomi, megbeszéltük, jó, innentől kivász, elugasz, nem okoskodsz és nem megy a lába alá, jó? Hadd szöntjön, gyerünk! Másik gyerekek, elfogtak az ütközések, visszarendeződésből is, meg a védekezésből is. Sok a gól, Vascsuk gondol egyet, nekifutásból lő egyet a fejünk fölött, hogy menjünk már őre, azt kértem, jó, gyerünk! Ember előnyből állj meg, ember előnyből lesz, hogy meg kell lőni, jó, Timo, oké, okay. Gyerünk! 2-3! Radi! Ez Kovacsic sikeres lövése, emellett volt két sikertelen is, ez pedig Zácsik sikeres bombája, aztán Touré gólja, és Szusztina, aki sokat véd. Az a sok egyébként 5 kapom német kornél szerkesztő kollégámtól az információt, annyira nem állok rosszul, mert Abramovicsét pedig ugye én is számoltam 4-nél tart, tehát egyelőre ebben fölveszünk a versenyt az oroszokkal, amitől ugye azért tartottunk. Zácsik, Tomori, az tiszta sornak kéne lennie! Szusztina most nagyon nagyot fogott. Óriásit védett. 185 centis, tehát jól megtermett kapus. És hát jó pár csapatban védett, egyébként volt kekgyőztes még 2002-ben. Nincsenek jó emlékei a Ferencvárossal kapcsolatosan, mert a Gok Gudmes idejében 2010-ben is az EHF kupából a Fradi ejtette ki a dánokat, ahol Szuszlina védett korábban. Most Sümpújtjét sikerül megállítani. Járcevá. Szarka védekezik rajta Sümpújtje. Milyen kalapda elveszik passzív miatt. Úgy gondolom nincs különösebb baj a védekezéssel, már Elek Gábor azért rendbe tette a fejeket itt az időkérés alatt, hogy ne lőjenek olyan tisztára és szabadon, mint amire láttunk példát.
Zácsik, meg kéne, hogy legyen a kipattanó. Megint a földharcot jobban bírják az oroszok. Vagy Szitánkónak alacsonyabbról kellett lehajolnia, mint Zácsiknak és Tomorinak, és ez volt az előnye. Amennyire jól kivédekeztük eddig az ember hátrányt, mondjuk Szádváriét, most annyira nem megy az ember előnyös játékunk. Szitovát vágja föl tesz Kovacsic. A szabad dobást elvégezték az oroszok. Szen! Simkutye, kijöttünk nyitott védekezésre. Petrova, mondom őszintén, ilyet ritkán látni a Fraditól. Simkutye, Járcev a fennabíró keze, belemenés. Ehelyett viszont szabad dobás, mint az Ácsikat borította volna föl Járceva. Szen Abramovics! És Kovacsic 11-11-nél. Gyerünk lányok, legyen meg a vezetés, most 11-11-nél beragadt az eredményjelző. 8-8-nál volt ezt megelőzően utoljára döntetlen. Azon elég gyorsan túlléptünk, és most már egy jó ideje csak mi vezettünk. Zácsik, Szucsánszki, szabad dobás. Nagyon keményen védekeznek, ez a naptál is világosabb, de nem átjátszhatatlanok. Erre is láttunk már példát, amikor lendületből mondjuk Zácsik, Szucsánszki vagy Tomori próbálkozott betöréssel. Tomori megcsinálja a cselt, Kovacsic, szabad dobás. Bizony-bizony a szélsőinket is foglalkoztatni kell, fenn a bírók keze, most mi vagyunk passzívak. Lüdezizi! Ajj, nincs szerencsénk! 8 perc még az első félidőből, pedig nagyon kinézte már magának azt a jobb alsó hálótartóvasat, de sajnos ez kapufalett csupán, vagy alumínium, a kapu szerkezetét nézzük. Szen! Simkutye, Mascsuk, Szen elveszíti, Szamorászki megszerzi, nem tudunk indulni, pedig nagyon szerettünk volna, talán így nem, így sem, Zácsik hagyja el a labdát, aztán jön Kovacsic és kisegíti, bravo, kell az összmunka, és kell a fantasztikus szurkoló tábor is. Tomori, Zácsik, Zácsik, üres a hely előtte, rögtön egy hatalmasat vásztjuk. Ez is csak egy szabad dobást ér meg. Szucsánszki, ott volt a hely, Szusztina pedig betakarta a rést. Lápoz ér, de nem volt szándékos láb, ezért csak szabad dobás és nincs kiállítás. Zácsik, Szucsánszki, Tomori. Sokan-sokan voltak előtte, és Simkutya ünneplő is a blokkját. Ezt próbálta átlőni Tomori. Szucsánszki, Zácsik, Tomori kézen változtatott irányt, és nagy a valószínűség, hogy Szuszina mutatott be megint egy bravúrt. Simkutya, Zácsik mellett rohannának, szabad dobás. Hát nagyon beragadtunk 11-11-nél. És már lassan 5 perce nincsen gól. Simkutye. Mascsuk. Szen. Simkutye az messzhúzás. Megúsztuk egy sárgával. Cifra. 26-ossal Kurbanov a támadásban, beállóban az oroszoknál. Simkutye, Tomori védekezik keményen. Kurbanov, Simkutye, fenn a bírók keze, Simkutye, Tomori lép bele. Milyen kalapda, indulni megint nem fogunk tudni. Szucsánszki, Tomori. Nyugodt a lányok, de legyen gól a vége. Most már tényleg legyen gól. 5 perc van még hátra az első fél időből. A négyes figurát mutatja be Szucsánszki. Szucsánszki. Jó, nem jó. Szamorászki. Már úgy tűnt meg lesz a labda. Nem lett meg. Kurbanova. Szen. Zácsik védekezik jól. Milyen kalabda. Tomori hátulról meglökik a kezét. És kiállítás. No, hát ezt köszönjük szépen.
Alassane-et kiállítják. Utána hátulról nyúlt oda Tomorinak. És a kezét találta el Tomori Zsuzsának. Ember előny! Ami idáig annyira nem volt előny a számunkra. 3-1, illetve 4-1 már a kiállítási arány. Hanem jó ját. Jó lenne kihasználni ezeket, lányok. Hiszen 8 percet játszottunk ember előnyben. Így! Zácsik! 6 gólos! Megtörjük a 11-11-es átkot. És ha nem is 11-esből, de gyönyörű átlövésből Zácsik megint betalál. Sinkutye. Jarcema. Szucsánszki védekezik keményen. Kettessel Artyamonova. Azt még egyszer nekifutunk. Artyamonova a pályán kettessel. Fenn a bírók keze. Szucsánszki nagyon szépen lekövette Artyamonovát. Most már el fogják lőni, Sünkütyét fogják meglövetni. Óriási kapufa, Cifra, jól van. Szarka, nem tudjuk indítani a szélsőket. Zácsik. Kucsánszki, Zácsik, jó bejátszás. Nem tudunk gólt lőni beállóból. Szaboránszki, nincsen gólunk beállóból egyelőre. Pedig ez nagyon kéne, pedig a helyzetek most már megvannak, csak a gól hiányzik. És ember előnyben vagyunk, hozzáteszem rögtön. Időt kérnek az oroszok. Szergej Belicki teszi le a T-betűt, azt hiszem hasznosabb lesz, hogyha mi Ele Gábor időkérésében hallgatunk bele. Nem tudom a fejéhez tenni. Figyelj ide, gyerekek, semmi más nem kell, a helyzeteinket kéne belőni. Jó, figyelj oda! Vedd le a lába alá! Lőd fel a fejéhez, de innen nem lehet oda lőni! Ezt elő! Tehát te belenyújt! Támadó játékó! Menjen továbbra is a kettes, csak már messzebb egy kicsit, nagy rendette! Nagyon pontatlanok az átadások! Megvárod, még közel ér a védő, és abból akarsz passzolni! Rendülettel jó lesz az, dolgozzál, gyerünk! A gyerekek, kezdjünk már futni, jó? Nagyon langyol, gyerünk, előre menjünk! 2-3! No, hát Ele Gábort hallgatva azért azt megállapíthatjuk, hogy több van még ebben benne, ebbe a teljesítményben és ebben a meccsbe. Ha inni lehet egyébként az orosz fórumozóknak, akik kinyilvánították természetesen a tetszésüket és a nem tetszésüket is az előző meccsel, ők úgy fogalmazták meg, hogy ennél többet már nem nagyon tud kihozni magából a Rostov, mint amit azon az első meccsen kihozott. Sinkutye, Fradi annál az első félidőre meg mindenképpen többet tud kihozni magából. És van néhány poszt, ahol még most is sokkal többet lehetne. Szerencsére belefújnak már Artyamonova szólójába. 21 esztendős, saját nevelésű játékos. Jekaterina Artyamonova. Kovacsics szépen állítja meg az emberét. Aki ezúttal Svitanko, hát ahhoz képest azért cserélget az edzőjük, Sipkutye, Szen, kidobják a labdát, és miénk? 2,5 perc. Ugye a bűvös két gól, 8-6 távolt meg utoljára a két gólos erőny. 2 perc. Ennyi van hátra az első félidőből, 6-6 ellen. Zácsik, Cifra van bent beállóban, 7 méteres! És azt hiszem Zácsik maradhat is lőni, ha érzi a kezét, mert ráesetett a jobb kezére, amit fájnal is, az csomálja a fejét, hogy ő nem lőhet est. Tessék odaállni valaki más, Tomori. Hát nem őre akarták ellőni a lányok. Tomori álló lehet est lőni. Így van! Hát ha akarta, ha nem bevart a Tomori. És elnézve az első félidőt, nagyon fontos lenne, hogy ezeket a tetteseket belőjünk, mert rengeteget kapunk. Rengeteget hibázunk. Talán most vagyunk 7-4-nél.
Számításaim szerint Garbus. Belemenés, emeltünk hárommal, először a meccsen, Kovacsicot löki, gól! Gól! A Vác ellen csinált ilyet, Kovacsicot szinte lehetetlen szögből sikerült belőnie. Először vezetünk hárommal, egy perc van még hátra az első félidőből, 14-11. Mondom, nagyon kellenek Kovacsicból a gólok, hiszen a bajnokságban a legjobb meccs per gól átlaggal ő rendelkezik a Fradiból. Tatjana Garbus a pályán, kihoz neki egy maflást, cifra. Jöhet a szabad dobás, Simkutye, Garbus, ő is a fiatal korosztály, ő is itt volt a junior EB-n annó. Újabb szabad dobás, Ártamanova, fél perc, ezt most támadhatják, Jarceváék, Abramovics a lehető legjobbkor, cifra, szabad dobás, ha így meg tudnak állítani minket, de nem, Szucsánszki, most már végig lehet lassan vinni, Tomori, gyerünk Adrien, igen, Szarta Adri, és még egy kiállítás, bravo! Szarka első gólja, és Kurbanovát állítják ki. 15-11, 7 másodperc, Simkutye, csak a lövésre figyelni, visszafordulnak az oroszok, egy másodperc, mellé jól van, jól van. Hát kérem szépen, azt gondolom, hogy elnézve az első